Köszönetet mondott Ferenc pápa a szeretetteljes magyarországi fogadtatásáért. A Szentatya az általános audiencián a Szentpéter téren a történelmi és vallási gyökerek, valamint a népek közötti hidak nemzetéről beszélt. Ferenc pápa azt mondta, látogatása alatt minden magyar szeretetét érezte. Általános kihallgatást tartott Ferenc pápa a Szentpéter téren 3 nappal azután, hogy visszatért a Vatikánba. Szerdai katekézisében a Szentatya vasárnap véget ért 3 napos magyarországi apostoli látogatását értékelte. Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik előkészítették és imáikkal kísérték ezt a látogatást. Hálás vagyok a hatóságoknak, a helyi egyháznak és a magyar népnek, ennek a bátor és emlékekben gazdag népnek. Budapesti tartózkodásom alatt megtapasztaltam minden magyar szeretetét, mondta Ferenc pápa, aki II. János Pál pápa szavait idézve Magyarországról azt mondta, történelmét szentek és hősök határozzák meg, akiket alázatos és dolgos emberek vettek körül, akik ma is büszkén őrzik kötődésüket gyökereikhez. A katolikus egyházfő emlékeztette zarándokokból álló hallgatóságát, hogy a magyarok keresztény hite a 20. században több tűzpróbát is kiállt. Miközben próbálták kivágni a hit fáját, a gyökerek érintetlenek maradtak. Az egyház rejtve, de szilárdan fennmaradt az evangélium eleven erejével. Hangsúlyozta Ferenc pápa, hozzátéve, hogy a fiatalok, akikkel Magyarországon találkozott, figyelmeztették. Európa ma is válságban van, a szabadságot ma is fenyegetik. A Sándor palotában folytatott megbeszéléseiről szólva Ferenc pápa elmondta, gyönyörű az a humanitárius híd, amelyet Magyarország épített az ukrajnai menekültek számára. A katolikus egyházfő csodálatát fejezte ki a magyar egyház szeretet szolgálata iránt. Az ország a jövőbe vezető hidak építése mellett is nagyon elkötelezett. Különös figyelmet fordít a környezet védelmére és a fenntartható jövőre. Erőfeszítéseket tesz, hogy hidat építsen a generációk közé, mondta Szentatya, aki a tanítását azzal zárta, hogy Magyarországot a béke királynőjének, Szűz Máriának ajánlotta fel, mielőtt megáldotta hallgatóságát. Ferenc pápa szerdai audienciáján elsőként Antonyi orosz metropolitát, a moszkvai patriárhátus külkapcsolatokért felelős vezetőjét fogadta. Kirill pátriárka legközelebbi munkatársa hétfőn érkezett a Vatikánba. Egy nappal korábban Ferenc pápa Magyarországról hazatérőben azt mondta, Orbán Viktor miniszterelnökkel és Hilarion metropolitával, az orosz ortodox egyház magyarországi kormányzójával is tárgyalt az ukrajnai helyzetről. Egy békemisszió van folyamatban, tette hozzá a Szentatya, hangsúlyozva, hogy ő kész mindent megtenni azért, hogy véget vessen az Oroszország és Ukrajna közötti háborúnak.